Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. 200 fenyegetést kapott a Kemény Mag című műsorunk egyik állandó vendége, Ambrózi Áron, a Pesti Srácok újságírója, mert egy történetet idézett Göncz Árpád volt köztársasági elnökről. Rendszerváltás előtti szerepével kapcsolatban nincsenek pontos információk, valóban vannak mendemondák, ennél több is van, és én azért ezt ebben egyáltalán nem mennék biztos. A Stefkos Eresztől én találkoztam még egy volt harcos társával, tehát egy 56-os figurával, aki tényleg iszonyan utálta Göncöt, tehát gyűlölte, de a 90 utáni tevékenysége miatt, és amikor rákérdeztem tőle, hogy ő amúgy mit emlékszik, hogy besúgó volt-e ilyenek, akkor ő kikérte magának, hogy Göncz az egy becsületes talpig férfi volt, aztán 90 után egy patkánnyá változott, tehát nem 90 előtt volt patkánya, hanem 90 után lett ebben... az. Szentesi Zöld László a vendégem, szervusz, jó estét kívánok, szervusz, és hát nem véletlen, hogy te ülsz itt, ugyanis Velkovics Vilmos kollégánk ugye Brüsszelbe repül, és onnan tudósítja az Echo Televízió nézőit a jövőben áprilisig, és te leszel az ő utódja. Túl vagy a próbákon, hogy érezted magad? Úgy éreztem, hogy itt a hazajöttem volna, hiszen a kollégák nagy részét ismerem még előző munkahelyeimről, azon kívül a Sajtóklub című műsorban voltam hébe-hóba vendég, tehát tulajdonképpen a számomra semmi más nem történt, csak ebből a műsorból átülök abban a műsorban, és műsorvezetőként debütálok majd holnap. Ugye ez a Kemény Mag, ez egy igazi szabadszájú fiatalos műsor, ahol a magyarországi alternatív jobboldal szerzői mondják el a véleményüket, ahogy az imént is láthattak egy részletet, erre egyébként majd konkrétan vissza fogunk térni. Hogy látod, mekkora igény van most erre a műfajra? Én úgy látom, hogy a 90-es években a hazai baloldal önképe az volt, hogy ők a szókimondó és ők az igazságkereső emberek, szemben a két világháború közé beszorult magyar jobboldala, és úgy gondolom, hogy ez éppen az alternatív jobboldal és a szóbaforgó fiatal emberek jó voltából, ez már réges-régen nem igaz. Legalábbis az utóbbi években, amióta Trump elnök, mint jelenség feltűnt az Egyesült Államokban, majd miután megnyerte az elnökválasztás, és Magyarországon is nagyon sok híve lett az amerikai elnöknek, vagy például Milo Yiannopoulosra, hadd emlékeztessek. Tehát valami megmozdult a magyar politikai életben, és úgy látom, hogy van egy nemzedék, amely nagyon tehetséges, nagyon képzett, és elég veszedelmes a magyarországi baloldalra nézve. Hát igen, úgy tűnik, hogy ez a műsor is többször a baloldali, a liberális médiumok célkeresztjébe került, ugye a legutóbb, amiatt a kijelentés miatt, amit a nézők is láthattak, Göncz Árpádot tett kijelentései kavarták fel az állóvizet, ugye Ambrózi Áronnak több száz, azt hiszem 200 fenyegetést kapott a Pesti Srácok újságírója. Azért ez félelmetes? Hát én 23 éve vagyok újságíró, pályám kezdetén egy bizonyos Csóri Sándorról körülbelül ugyanennyi újságcikket írtak az Antal kormány idején, amikor egy még csak nem is kétértelmű mondattal célzott a liberális túlsúlyra. Én azt gondolom, hogy először is kampányidőszak van, erről ne feledkezzünk el, tehát itt minden kifejezés, minden ügy duplán számít. Ami meg a konkrét esetet illeti, ami a bejátszásból is kiderült, Ambrózi kolléga egyébként éppen, hogy megvédte Göncz Árpádot a mendemonda ellenére, ő azt mondta, hogy nem volt besúgó, és ő a 90 utáni szerepét bírálta. Az, hogy milyen kifejezéseket használt, az pedig minősítés kérdése. Van, aki nem használja ezeket a kifejezéseket, van, aki nem nevezi rágcsálónak a politikai ellenfelét, én például soha nem tenném. Ennek ellenére azt hiszem, hogy kötelességünk kiállni mindenki mellett, aki a véleményét szeretné megjeleníteni a magyar tájékoztatásban, már csak azért is, mert a túloldalnak nincsenek ilyen lelki aggályai, és ennél ezerszer nagyobb sértéseket zúdítanak a kormányra, a kormányfőre és a magyar jobboldali emberekre. No, hát gondolom, hogy a vendégek köre azért az állandó lesz. Ugye a műsorvezető személye változik. Mitől lesz más a Kemény Mag holnaptól? Hát erre még nagyon korai, azt magam sem tudom. Az biztos, hogy Velkovics Vili barátunk és kollégán nagyon magasra tette a lécet. Egy kicsit fájlalom is, hogy ő nincs itt, mert egy picit az ő műsora is lett ez, és én mindig nagy örömmel néztem. Azt tudom ígérni a kedves nézőknek, hogy a keménységből nem engedünk, továbbra is az igazságot keressük, ami pedig engem illet,
ott olyan hangzavar lesz szerintem holnap, hogy az én hangom nem is hallatszik ott nagyon. Jó, holnap mivel várjál? Milyen témákkal? Ezt már gondolom nagyjából látjátok, hogy milyen. Igen, egyébként azokról a témákról beszélgetünk, amelyek a mai napon is uralták a tömegtájékoztatást. Lesz szó Jobbikról, lesz szó magyarországi baloldal útkereséséről, olyan témákról, amelyek a mai hírműsorban is felmerültek. És hát ne felejtsük el, hogy friss műsorról van szó, tehát van egy délelőttünk is holnap, és hogyha valami történik, természetesen beépítjük a műsorba. Na, akkor Laci, hajrá nektek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.